Na sziasztok, itt szinte Quiet Quarters, egy nagyon-nagyon kicsi idő, az kimaradt két meccsem közt, de Seba ellen játszunk, nagyon nehezen tudtuk összehozni, neki is írtózatosan sok dolga volt ezen a héten, és sajnos be kell valljam, hogy nekem is rengeteg, és tényleg nagyon fáradt vagyok, pláne így, hogy este is játszunk, kegyetlen, de azért remélem, hogy nyerni fogunk, mert olyan rossz matchupunk nincsen, azt abból is láthatjátok, hogy Spectria csapatban van, ugye mostanában kvázi, akkor van jó matchupunk, ha Spectri bekerül a csapatba. A ellenfelem csapatát itt láthatjátok, ugye eléggé van pár nagyon gyors Pokémonja, gondolok itt Axágóra, vagy Cinderace-re, esetleg Raikura. Ez a Zygarde. Ezt a hármat leszámítva mindegyiknél gyorsabb, viszont amúgy például Modest, Max Speed, Raikunál is gyorsabb, azt hiszem. Viszont tud Dragon Dance-t, és a Dragon Dance után igazából csak Extreme Speed, meg Water Shuriken, meg egyéb priority move-ok tudják átgyorsulni. Thousanderose eléggé nagyot üt, és mivel nincsen fairy Pokémonja, ezért az Outrage spam egy Dragon Dance után nagyon-nagyon jó a csapata ellen. Szóval egyértelműen Fenrir egy Wincon minden esetben. Ugyanúgy eléggé komoly Wincon lehet a lovunk, aki Substitute Taunt Shadow Ball Round-dal operál és leftoversszel. Most a Shadowból Odinót leszámítva, és esetleg egy normál szivalit leszámítva mindent üt, rájuk ott van a round. Viszont, hogy ne tudjon, mert sok esetben néha nagyon passzív mozdulatokat is tud használni, például a Steelixen, vagy a Vepón, vagy az Odinón, és főleg ezek a védő pokémonjai lehetségesek a Spectri ellen. Ezért van rajta Taunt is. Ez a Taunt, ugyanakkor Spectri azért is fontos a csapatban, mert már többször is alkalmazta Seba, még én mutattam neki annó szerintem ezt a Final Gambit taktikát, és teljesen megállítja Axelgornak a Final Gambitét, és azt leszámítva viszont minden más Pokémonnál gyorsabb. Úgy van megcsinálva mellesleg ez a Spectri, hogy egy olyan Axelgornál legyen gyorsabb, aki pont egy olyan Spectrinél gyorsabb, aki pont gyorsabb a Max Speed Cinderace-nél. Igen, kicsit nyakatekert, de pont így van megcsinálva. Amúgy meg, mint látjátok, minden Pokémonon van egy kis pec védelem, azért, mert speciális oldalról kb. Raikou és Axelgoron kívül nincsen neki más komoly, speciális támadója, és emiatt, hogyha mindegyikre így maradék IV-be rakok, vagy LV-be rakok egy kis specvédelmet, így overall a csapatom egész jól tankolja a speciálisat, viszont a kéne egy fizikai védő, és erre van itt nekem Slowbro, max fizikai védő, aki eléggé, hát gyakorlatilag Choice Band Cinderace az egyetlen egy, aki tudja őt túlhitelni, más Pokémonok annyira nem. Jó, Dragon Dance Steelixet is még így úgy, ahogy kinézek, hogy az is tud, de nem valószínű, hogy szerintem ilyet hoz, és esetleg még egy Swerve Dance Scyther is még tud komoly damage-eket csinálni, viszont a Future Sight, mivel nincsen sötét Pokémonja, sem, tehát se Fairy, meg se sötét Pokémon, erre mind a kettőre csak Szilvali az opciója, tehát valamelyik biztos nem lesz. És a Future Sight egy nagyon komoly damage-eket be tud vinni. Ugyanakkor van még egy Flamethrower a Steelix-re és a Bronzong-ra, de itt azt nagyon gondolkozok még most is, hogy Scald-ra cseréljem, csak az a bajom a Scald-a, hogy akkor a Vaporeon az teljesen falaz ezt a Slowbro szettet, és a Vaporeont azért eléggé gyakran szokta hozni, és Slakoff van még, Sweeper Dragonite-ok ellen, Cinderace ellen, stb. Ja, még lehet sötét Pokémonja, egy Sucker Punch-os Libero Cinderace. De amúgy a Cinderace-től nagyon félek, mert így igazából át tud menni a csapatomon. És pont ezért, hogy vannak azért gyors Pokémonjai, nekem viszont legyen
legyen priority, ezért hozok egy hitmontopot. Most az az érdekes, képzeljétek, hogy a magpáncs az mindennek vagy neutrálisan, vagy szuper effektíven üt be. Ez alól kivételt képez a Scyther, mint repülő Pokémon, a Dragonite, mint repülő Pokémon, és azt hiszem még az Axelgortán, illetve nyilván, hogyha bármilyen olyan Szilvalit hoz, az is. És ezekre mindre szuper effektív a Rock Slide. Szóval nem is kell rá más, és úgy gondoltam, hogy kipróbálok egy olyat, a Hitmontop múltkor is tök nagyot ment, hogy egy Focus Energy-vel, ha esetleg switchelgetni akar rá, vagy mondjuk olyan a matchupja, hogy mondjuk Odinóra be tudom hozni, akkor egy Focus Energy az már meg tudja lepni az ellenfelet, és például Focus Energy után egy Crit Rock Slide az Dragonite-ot akár a multiskill range-ből is meg tudja ölni. Nyilvánvalóan ez egy offenzív HP invest nélküli, vagy nagyon kevés HP invest rendelkező Dragonite-ról van szó. Tehát még a multiskill-el együtt is meg tudja ölni. Oké. Okay. Következő Pokémonom, és ez inkább egy kicsit ilyen védőnek, azt nem látjátok, hogy őt egy jobban special védőnek hoztam. Ugye csak a Raikou az. Tehát igazából ő az igazi switchünk Axelgorra. Flame Charge, Thunderfang, Earthquake, tehát látjátok, hogy egy fizikai támadó gyakorlatilag úgy van megcsinálva, hogy egy Flame Charge után gyorsabb a Max Speed Silvalinál a szempont. Tehát a Raikounál még mindig nem, de a Raikou nem tudja Choice Pack Thunderbolt-tal one-shot-olni. Szóval ilyen szempontból ez eléggé jó. Illetve a Steelix-et is azért eléggé jól meg tudja ütni. Az a baj, hogy a Steelix-et így annyira nagyon nem tudom megütni, mert spec támadót csak a Flamethrower-es Slowbro-t hoztam rá, illetve hát ugye Eponát. De Epona amúgy nagyon erős, tehát gyerekek, azaz egy Shadow-ból arra vannak ezek a rezisztjei, de amúgy minden más Pokémonjának, még a defenzív változatának is legalább 30-40%-ot becsap. Tehát itt mondjuk gondolok arra, hogy egy Assault Vest, Max HP és még Special Attack Investel ellátott Conkeldurrnek is egy 30-40%-ot oda csap. Tehát nagyon-nagyon durva azért, ha így ebbe belegondoltok. És a Conkeldurr rajta nem is tud healelni, tehát ugye a knockoff az egyetlen egy ilyen jobb opciója a Conkeldurrnek az Eponára, az meg substitútokkal tudom scoutolni. És még egy Pokémont hoztam, igazából az öt Pokémonom mellé úgy voltam, hogy mindent mit hozok, tehát ő leginkább szekkelésre van, viszont akkor már legyen hasznos, tehát távolítsuk el másikaknak az itemjét, emiatt ugye már csak Gardevoir vagy alul a Persian az, ami maradt nekem, mint opció, mert egy knockoffot akartam a csapatomra. Viszont a Parting Shot ugyanúgy hasznos, és vicces is, mert nála van a másik Parting Shot Pokémon, Silvally, szóval ilyen szempontból a Parting Shot csata is lehet, hogy lehetséges lesz. Raktam rá egy Choice Scarf Switch Root, így mindennél gyorsabb, kivéve, hogyha a Choice Scarf az a Cinderace-en, vagy a Raikoun, vagy az Axelgoron van. Igen, azt hiszem, ennyi. Ja, vagy a Silvallin, de hát az vicces lenne, Silvallin Choice Scarf. Érdekes, akkor ugye normál típus, na mindegy, arra nem számítok Choice Scarf-ra. Igen, szóval Choice Scarf Parting Shot is mindig jó, itt ugye Magpunch-ra Conkeldurrtől figyelni kell, és Seed Bomb az igazából a Vaporeon-ra maradt, mert a Vaporeon-t szerintem fix hozzá, és készülni kell rá, és amúgy minden másra egész nagyot üt a knock-off. Pláne a Steelix-et kéne knockoffolni, mert vagy tőle elszedni a Leftovers-t. Tehát ugye ez is megint nagyon jó a két védekező Pokémon ellen, hogy Choice Scarf-ot csinálni egy Steelix-ből nagyon-nagyon megéri. A Hazard eltüntetőm ugye a Hitmontop, ami megint
Free Real Estate, mert Ghost Sylvanin kívül nincsen Ghost Pokémonja, tehát úgy rapid spinnelek, ahogy akarok, és egy speed boost után, mert neki tényleg biztos pont annyi van, hogy gyorsabb legyen max speed Sylvaninál. Utána nincs is nála nagyon gyorsabb, de amúgy is ott van a Mach Punch, amivel így eléggé jól tudok ütni. Azt hiszem, hogy pont úgy van megcsinálva, hogy a Dragonite-nál legyen gyorsabb, ugye az a fontos, hogy a Dragonite-nak szedjük le a multiscale-ét, akár mondjuk a rapid spinnel, hogy arra rácseréli, és onnantól kezdve a Rock Slide nagyon durvákat be tud ütni. És ugye technicianos vagyok, tehát a rapid spin is többet üt, mint amennyit kéne, a Mach Punch és a Rock Slide az nem, de arra ott van a Focus Energy. Szóval ennyi lenne a csapatom, és nem látom itt még a Szebát, szóval ráírok, mert mondtam neki, hogy hívjon már ki 15-kor. Ja, showdownon hívott ki, de akkor gyorsan átlépünk showdownra. A csapat az így ugyanúgy megmarad. És átlépek showdownra. Meg van már nyitva a damage calc, és akkor... Ó, nem vog belépve, ja, aha, igaza van, tényleg igaza van. Akkor belépünk a trickszegedbe. Bocsánat, igazad van. Oké, bocsánat, hogy így nem indult el a én hibámból a csata. Nagyon elnézést kérek. Nem látom Szebát se. B.S. Tianóval szokott. Oké, szóval ez a csapatunk. Na, tehát még egyszer. Zygarde, Spectre, nagyon rég voltam úgy mindkét csapatban. Látjátok, hogy valid, és ki is hívott minket Szeba. Nézzük az ő csapatát. Dragonite, arra számítottam, Raikura is. Dragonite, Raikou, Cinderace, Vaporeon. Ugye Conkeldurr, kb. Ezeket gondoltam kötelezőnek, és ugye gondoltam, hogy a Spectre-re vagy Odinót, vagy Sylvalit hoznia kell. De Sylvalit hozta. Igazából én azt is kinézem, hogy ez egy normál Sylvali. Ezt ugye én még nem nagyon látom. Az biztos, hogy ez egy setupos Dragonite, lehet vele kezd. Raikunak, Cinderace-nek nem akarok Choice Scarfot adni, ahogy igazából nagyon a Conkeldurrnek se, de én az biztos, hogy vele fogok kezdeni. Oké, ez olyan szempontból nekem jó, hogy vagy nokkolom az itemjét, ami így egynek jó, vagy parting shot-tal elmenekülök, csökkentve a támadását, és be tudom cserélni slowbrót, és szerintem ez lesz az én reakcióm. Oké, most már látja, hogy gyorsabb vagyok, de be tudom cserélni slowbrót, és szerintem lehet U-turn-nől. Igen, nézzük, mennyit visz. Oké, ebből már tudunk számolgatni a Rocky Helmet damage, az mindig nagyon jó, és a Cinderace-t minél hamarabb ki kell számoljam. Szóval nézzük a slowbrót. A slowbró és az ő Cinderace-e. Cinderace legyen offenzív, 50-es szintű, Adamant, én alapból azzal kezdek, azt feltételezem, hogy Adamant, és egy U-turn, ja, és mínusz egyen van. Vagy bocsánat, mínusz egy, igen. Akkor ez a U-turn 27-33-at visz, most mennyit vitt? 32-8-at, tehát én úgy gondolom, hogy ő egy Adamant Cinderace. Vagy, még nézzük meg azt, hogy...
Bocsánat, Jolly. Jolly viszont, a Jolly ugye az fixen, nem, az csak akkor lehet, hogyha Choice bendes. És nem, mert abban az esetben, ha Choice bendes, akkor többet vitt volna. Szóval én leírom magamnak azt, hogy szerintem ez egy adamant heavy duty boots. De az valószínűleg biztos, hogy adamant. És ő meg szerintem most megnyomja a Thunderboltot, vagy valamit, és nem, és Shadowballra nyomott. Ami érdekes, viszont ő Life Orb-os, ezt tudjuk, hogy ő Life Orb, ezt mindenféleképpen fölírom. Nem vagyok nála gyorsabb, és meg is ölne, és ez nem tetszik. Szóval visszacserélem a Shadowballra, mert neki most szerintem nem éri meg így nagyon kockáztatni. Szóval az tuti, hogy most becserélem. Várjunk, ő most Life Orb-os. Nézzük csak utána. Annak, hogy Raikou, Oyu Call Mind, és igazából nekem az a lényeg, hogy legyen egy jó Life Orb-ja. Egy jó Life Orb-ja, és Shadowball. Tudtam, hogy meg fog tanulni Shadowballt, és nekem itt van a Fenrir. Ja, oké, okay, azt úgy kell bírni, hogy Zygarde. Oké. Okay. Neki a Shadowball, ha Life Orb timides, visz 44-53-at, ha modest, akkor 49-58-at. Ez modestes, gyerekek. Ez modest. Ami azért jó, mert hogyha modestes, akkor a max speedje 50-es szinten 167, és amúgy akkor viszont gyorsabb vagyok nála. Mennyit vissza Thousand Arrows? Az vánsátolja, gyerekek. Na ezért nem mindegy. Jó van, ez jól néz ki, erre be tudom cserélni Yellowstone-t. Oké, okay, tehát gyorsabbak vagyunk a Raikou-nál, ami azért vicces. Na, és akkor most egy Flame Charge-ot azt be tudunk intézni. A Dynamax-ra ne kattintsak rá, még véletlenül se. A Flame Charge itt most egy eléggé jó lépés nekem. Vagy a másik, mennyit vitt a Weapon? Nézzük, Max Defensive Vaporeon, non, a Thousand Arrows az ennyit visz, 37%-ot, itt többet vitt, 44-53-at, szerintem akkor ez egy Special Defensive. És ez azért érdekes, mert nekem itt van ez a, hogy hívják, Volcanion. Aki Thunderfang-el 37%-ot visz rajta. Érdekes, de Flame Charge-olok, mert ő nem nagyon tud belém ütni, viszont toxikolni azt természetesen tud. És ez innentől kezdve kicsit idegesítő, de mivel nincsen föld Pokémonja, én ezt a Thunderfanget biztosan be tudom ütni megint, és dupla protectet azt lehet megpróbálja. De szerintem a többi move-ja az Scald, az egyik, és talán Flip Turn, vagy Ice Beam. De hogyha Flip Turn, akkor nem tud igazából nagyon mit csinálni, mert akkor ez a nagyon jó, ez a Water Absorbos Volcanion ellene. De valószínű volt, hogy ezt a szettet hozza, mert ez a szett kell neki a Slowbro ellen. Jó, Dragonite ellen, jó az. Meg kell szüntetni a... Thank you.
Meg kell szüntetni a multiskét. És arra gondolok, hogy szerintem Slowbro egy future szájtal tök jó lehet. Lehet, hogy gondolkozik egy Icebeam-ben, a Dwarfing Beat az konkrétan az kettő Rocky helmetet fog neki okozni, tehát azzal így veszít. Nyilván van rajta Roost, szerintem Dragon Dance Roost, Dwarfing Beat, meg még egy valami támadása van, akár Thunder Punch. Most nem rontottam el, tehát most a regenerator-ös. Dragon Claw, aha! És még Life Orb is, szóval én most Slack off-ozok. A Dual Wing Beat erősebben, mint a Dragon Claw. Hát igen, az erősebb. De mégis úgy vagyok, hogy Slack off az. Jó, de nem, nagyon meg kell tartani, bocsánat, nagyon meg kell tartani, szóval, hogyha most valamit föl kéne áldozni, akkor az inkább legyen a Volcanion. Ez volt a Volk, és őt megölte a Dragonite. És akkor ugye most megint kettő dolgot tudnék csinálni. Mondjuk ez egy kritikus volt. Most viszont biztosan be tudom hozni a Slowbro-t, és tudok Slack off-ozni, ami igazából most, amit nem cserélhet be, az gyakorlatilag a Conkeldurr, azt nem cserélheti be. A Conkeldurrt nem is szabad becseréljed ilyenkor. Future Sight-ot kaptál, és föl tudom pakolni a következő Future Sight-ot, szóval Dragon Claw, Roost, Dragon Dance, érdekes, és az a legjobb, hogyha kiteleportolok a... Aha, értem. Mert én innen azt fogom csinálni, hogy kiteleportolok, és gyakorlatilag lehet, hogyha rádobnám a scarfot, akkor azzal én jobban járnék. Na, így viszont... Így viszont nem feltétlenül az lenne a legjobb megoldás. Behoztam Zygarde-ot Aura Break-nek. Következő körben be fog csapódni a Future Sight, az biztos. Hát nem jó. Basszus, kikaptam ettől a Dragonite-tól. Várjunk, extreme speed-del megpróbálom leszedni a multiskét. Nem nagyon látom, hogy én most ezt a Dragonite-ot hogy győzöm le, mert ez most extreme speed, ő megöl Dragon Claw-val, igen. És meg kell próbálni Spectrivel. Shadowból. Tehát szerintem nekem most nem kell nagyon gondolkodni, a Dragon Claw szerintem megöl.
innen a Dwarving Beatnek van misszelő ereje, azt úgy nem kéne. Igen, én is így gondoltam, hogy ez megöl. Hitmontopot behozom, Rock Slide esetleg. Még próbálok pár kill-t bevinni, az nagyon fontos lenne. Hát igen, ez a Dragon Claw itt is megöl. Ki akarom kényszeríteni azt, hogy legalább ez meghalljon. Knock-off-val próbálkozok. Közben édesapám hív, most nem vesszük föl annyira. Ezért elnézést kérek. De hát őt is meg kell tudni öljed igazából. Ha csak nem gyorsabb, mert hogyha meg gyorsabb, akkor nagyon nagy hibát követtem el, hogy nem korábban hoztam be. Ugye, az problémás lenne. De hát nem gyorsabb, természetesen. Viszont így már... Konkrétan a rúztokkal úgymond le tud győzni. Becserélem azért még Slowbro-t. Konkrétan az a durva, hogy így szinte damage-et nem kapott. Hát nézzük, hát ha túlélünk egyet. De hogy nem baj. Na, gratulálunk. Nem szoktak lehat nullázni. Tehát Szebától ez mindenféleképpen egy nagyon jó készülés. Nagyon jókor hozta be a Dragonite-ot, és én meg nem tudtam vele így fölkészülni rája. Pedig készültem Dragon Dance Dragonite-ra, mert minden héten ezt hozza. De hát ez van, most nem sikerült, volt mindenünk meg volt hozzá. Küld be nyugodtan, ez van. Kikaptunk, nem készültünk eleget, így jártunk. Nem is tudom már, hogy állunk. 5-6. Azt tudom, hogy Peti mivel kikapott, ezért belefér a veresség. És következő héten Dénessel, és aztán meg Krissel játszunk. Legalább az egyik meccset meg kell ezek közül nyerni, ahhoz, hogy legyen esélyünk a playoffra. Ez mindenféleképpen így van. Addig is Szindekvill és az erő legyen veletek. Sziasztok!